Köszöntelek benneteket, sziasztok! Mediterrán ciklon magas szintű felhőernyője húzódott fölénk, amely mostanra már sok helyen meg is vastagodott, inkább csak itt-ott sejlik át rajta a nap. És ha már ernyőkről van szó, a holnapi nap során sem kell mindenütt kinyitni az esernyőket, sőt, kettől pár nap erejéig egyáltalán nem is lesz rá szükség. Az európai időjárási helyzetről röviden, tőlünk délnyugatra, valamint délkeletre örvénylik egy-egy ciklon, és e között a két légköri képződmény között egy köztes gerinc húzódik, amelyben délfelől meleg, valamint szárazabb léghullámok érik el hazánk délkeleti részeit, ennek megfelelően ott kisebb lesz a csapadék esélye, és már az éjszaka során is ezt el lehet mondani. A csapadék zöme a Dunántúl nyugati részén, valamint az északi középhegység térségében jelenhet meg záporok, zivatarok formájában, de a nyugati megyékben van esély arra, hogy egy-egy intenzívebb zivatarcella is kialakuljon, amelyet intenzív csapadékhullás, átmeneti szélerősödés, valamint apró szemű jég is kísérhet. Általában 6 és 12 fok közé hűl le a levegő. Holnap napközben délfelől elkezd vékonyodni, szakadozni a felhőzet, köszönhetően, hogy ebből az irányból szárazabb léghullámok érik el térségünket, de azért lesznek fátyol felhők is az égen, valamint gomoly felhők is képződnek, amelyek a Dunántúl nyugati részén megint csak, valamint az északi középhegység, valamint északkeleti megyékben tornyosulhatnak magasabbra, és itt alakulhatnak ki nagyobb eséllyel záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke általában 20 és 26 fok között alakul, de az északnyugati megyékben van esély, hogy ez alatt 1-2 fokkal tetőzzön a hőmérséklet, köszönhetően annak, hogy itt akár tartósabban is felhős maradhat az ég. A folytatásban sem változik jelentősen a hőmérséklet, általában 20 és 27 fok között tetőznek majd délután az értékek, és napos valamint gomoly felhős idő várható. Az északi, valamint a nyugati megyékben tornyosulhatnak magasabbra ezek a gomoly felhők, amelyekből szorványosan ott kell készülni záporok, zivatarok kialakulására. A délkeleti megyékben lesz a legkisebb a csapadék kialakulási esélye, mind vasárnap, mind pedig a hétfői nap során. Majd kettől aztán egyre inkább anticiklonális hatások érvényesülnek, így sehol sem kell már készülni csapadékra. Napos, gomoly felhős idő várható. Ezzel szeretném is megköszönni figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve kövessetek bennünket legközelebb is. Én most búcsúzom, sziasztok!